Ezt tudod, hogy most ledagadtozott minket. Jó, igazából főleg téged. Látod ezt? Látod? Sziasztok, én Bence vagyok. Én Bende. És ez itt a Project 9. Lassan készülgetünk az új autónkkal, mint láthatjátok. Hihetetlen jó állapotnak örvend. Rohadás egy folt sincsen rajta, úgyhogy újítgatjuk ezerrel, és a végén KP-s vevők jelentkezését várjuk majd. De a viccet félretéve, lassan tényleg kész az autó, ami ebben az esetben azt jelenti, hogy végleg szétszedtük, de a videó igazából nem erről fog szólni, csak bejelentkeztünk innen, megyünk sziklát mászni. Megérkeztünk Várgesztesre, úgyhogy a következő projektben a mögöttem látható kis falat fogjuk elméletileg megmászni. Az majd kiderül, hogy kisebb vagy nagyobb sikerekkel, vagy esetleg nem sikerrel. Majd meglátjuk. Úgyhogy tartsatok velünk, és nézzétek, hogyan szerencsétlenkedünk. Hagyjuk, mert megdöglik, mert csattam. Majd leesik. Szóval, mivel hogy nem úgy csináljuk, mint ő, hanem úgy, mint a rendes sziklamászók, ezért mindenképpen sisakot mindig veszünk föl, beülőt mindig veszünk föl, hogy kötéllel lentről tudjanak biztosítani, és érdemes még egy olyan nadrágot fölvenni, ami nem farmer, és tudsz benne mozogni rendesen, meg egy olyan cipőt, aminek minél keményebb a talpa, hogy a kis lépésekhez ne nagyon legyen probléma. Nem. Várgesztes mellett található a Várgesztesi Mászóiskola, ahol több nehézségű mászórész is a rendelkezésünkre áll. Mi egy 5-ös nehézségű, körülbelül 25 méter magas mászóutat választottunk, ami egy közepes útnak számít, ugyanis az 1-es utak a legkönnyebbek, és a 12-es a legnehezebb a Nemzetközi Sziklamászó Szövetségnél.
biztosítása mi esetünkben felső biztosítással zajlott, ami azt jelenti, hogy felül egy ponton volt bekötve a dinamikus kötél, és a biztosító a kötelet, amivel a mászót biztosítja, folyamatosan majdnem feszesen tartja. Erre azért van szükség, hogyha valamelyikünk hibázik, még pár métert sem esik, mint más mászási módokban, maximum 40-50 centit. A dinamikus kötél lényege, hogy van egy adott nyúlása, ami hiba esetén elnyeli a zuhanási energiát, így nem ránt akkorát. Nagyon élveztem. Elsőre másztam falat, vagy sziklát, vagy bármi hasonlót. Úgyhogy, hát nem mondom, azért egy kicsikét izgultam meg, van egy enyhe kis tériszonyom. Mondjuk szerencsére egy második mászásra ezt már egész jól sikerült leküzdeni. Hát el vagyok puhulva, ezt érzem, úgyhogy vissza kell menni edzeni, mert különben nem lesz jó, de amúgy nagyon-nagyon élvezetes volt, nagyon jó volt fölfele is mászni. Fönt a kilátás, ez meg egyszerűen gyönyörű. Jack, te hogy érezted magad? Jól. Bővebben? Jól. Nagyon jó. Elérkeztünk a mai videónk végéhez, a program elég fasza volt, srácok, hogy élveztétek? Nagyon jól sikerült szerintem a nap, marhára élveztem a hegymászást is, igaz, hogy elsőre próbáltam, de nagyon jó volt, úgyhogy szerintem innentől többször fogunk hegyet mászni is. És hát mivel ma van a nyitás, azért a programunk zárásaképpen levezetőként eljöttünk egyet utogatni még. Egy teraszra, szokás szerint a Frösterasz Radára, úgyhogy innen köszönünk el, köszönöm, hogy megnéztétek. Tartsatok továbbra is velünk. Tartsatok velünk, és kommenteljetek, és lájkoljatok, és írjátok meg, hogyha szeretnétek még valamit a jövőben. Sziasztok! Sziasztok!